Sziasztok, Dia vagyok, és a mai napon egy ilyen vásárlós videóra invitálok benneteket. Most nem ruhát fogunk venni, hanem egy mixert, shakert, vagy nem is tudom, hogy kell mondani. Ez igazából az ihlette, hogy múltkor láttam Kulcsára Dinának az egyik sztoriában, hogy a kávét beletette egy ilyen elektromos shakerbe, vagy hogy kell mondani, egy hasonlóban, mint ami nekem van, csak ez hatalmas és baromira nem praktikus. Igen. Igen, az ő zoknia. Te vedd fel a rövid nacidat, jó? Szóval arra gondoltam, hogy kipróbáltam, hogy milyen kávékat lehet összeállítani, és annyira beleszerettem, sokkal habosabb, krémesebb, és nagyon finom kávékat lehet vele összehozni, és nem utolsó sorban szeretném gyümölcsökre is használni, hogy ami megmaradt, nem ettük meg, egy kicsit megbarnult, ez az amaz, azokat lemixeljem, viszont ezt megmondom őszintén, használnám akkor, hogyha nem lenne ilyen hatalmas, és kicsit praktikusabb lenne, és nem lenne lila, mert annyira zavar, hogy egyszerűen nem illik bele a konyhába, és ezt oda fogom majd ajándékozni valamelyik ismerősömnek, vagy helyi csoportba felteszem. Igazából problémája nincsen, csak egyszerűen én nem vagyok kibékülve vele. Szóval konkrétan a kávé készítéshez és a gyümölcsökhöz szeretnék venni egy ilyen mixert, shakert, botmixert, elektromos valamit. Igazából már kinéztem a neten, hogy nagyjából milyen, de el fogunk menni együtt a Noiba, és meg fogjuk nézni a kínálatot, és remélem sikerül egy olyat venni, amit nagyon fogok szeretni, és tudom itt tárolni a pulton, szóval tényleg kellőképpen kicsi, a mindennapi használatra alkalmas. És hát szerintem a kávézási szokásaim ezáltal egy kicsit meg fognak változni. Világéletemben a hideg kávét szerettem. Igen. Hát ne úgy vedd fel, kicsim. És olyat szeretnék, amiben mindenképpen bele tudom tenni a jeget is, és szuper finom jeges kávékat fogunk készíteni, úgyhogy tartsatok velünk. Meg is érkeztünk ide a Noihoz, és ha megtaláljuk az igazi kis kütyüt, amit szeretnék megvenni, akkor az első kávét is el fogjuk készíteni együtt ki fogjuk csomagolni, és megnézzük együtt, hogy mégis milyen és mennyire lesz finom vele a kávé. Úgyhogy gyertek, megnézzük, milyen gépeket kínálnak. Na hát elsőre, vagyis az első helyen nem nagyon sikerült megtalálnunk úgymond az igazit, sőt a másodikon sem, mert bementünk közben még egy Planeo, vagy mi az üzlet neve. Nem tudom. És most átmegyünk a Korzóra, mert szeretnék venni még a fürdőszobába egy-két dolgot, és utána bemegyünk a Sekosobba, az olyan, mint nálunk Magyarországon a Euronix. Szóval ott még meg fogjuk nézni. Amúgy tudnak rendelni normális színbe kicsit itt a Noiba, de én nem szeretem ezeket a rendelősdit, ezt ti is tudjátok. Nem szeretek így a dolgokra várni. Ez egy ilyen rossz türelmetlen tulajdonságom, úgyhogy keresünk addig, amíg meg nem találjuk. Na, megtaláltam az igazit. Őre esett a választás, igazából nem márka véget, hanem azért, mert ez a legkisebb, és ez volt olyan színbe, ebbe az ezüst neres színbe, mint ami passzol úgymond a mosogatógép véget, meg a sütő és a mikro véget a konyhában. És vettünk még ilyen molin szirupokat a kávéhoz. Én, hogyha vendégek jönnek, és ilyen különlegesebb kávét szoktam készíteni neki, akkor ezeket nagyon-nagyon szeretik, és mindig dicsérik. És hát ugye a McDonald's-os McDrive kávéban is van. Ilyeneket tesznek bele, úgymond pumpásat nagyot, és az is nagyon-nagyon finom. Én imádom a különleges kávét. És vettünk még egy ilyen koktélokhoz is egy shakert. Ezt nem fogom ebbe a videóba kipróbálni, viszont a többit igen. Még van egy megkezdett karamellos molin szirupom, úgyhogy jelenleg azt fogom használni. És hát akkor bontsuk is ki. Ebben semmilyen reklám nincs, igazából 31 euróért vettem. Az azt jelenti, hogy olyan
10-11 ezer forint körül van. Tartozik hozzá 3 darab ilyen smoothies pohár. Ezek amúgy eléggé jó minőségileg, azt mondták, és ugye mivel ilyen ez a teteje, nem tud kifolyni. Szóval lehet magunkkal cincálni, és van hozzá kisebb pohár is, ami nekem konkrétan tetszett, mert azért fél liter kávét nem mindig szoktam meginni egyszerre. Ez a 3 pohár, piros, fekete és a fehér. Sajnos a piros a legkisebb, nem baj, pedig ezt fogom szerintem legtöbbet használni. Nézzük, mi van itt még. Itt a blokk, mert 2 éves jótálláson, egy kis papír, egy tető. Ez olyan minek a tetője. Ja, ennek, mert ezen van rajta, ez a fej. És ha veszük a pár, akkor ez ennek a teteje. Nem néztem meg bent a boltban, mert már 1 óra volt, és Nini eléggé nyűgös volt, szóval csak kiválasztottam, hogy milyen színt szeretnék, és melyiket, és már jöttem is, úgyhogy most élesben először veletek fogjuk kipróbálni. Itt van hozzá a használati útmutató. De hát igazából szerintem nem kellett túl nagy tudomány, hogy kitaláljuk, hogy hogy kell használni. Szerintem elöblítem, benyomom azt az 1 darab gombot, ami van rajta. Sőt, még azt az 1 gombot se találom igazából. Lehet, hogy amikor elfordítom, úgymond, akkor azon... Szóval látjátok, azért, ami volt nekem az a lila, az 5-ször ekkora volt. És régebben nekem ilyen levendulás konyhám volt, maga a konyha is lila volt, és egy csomó úgymond lila dekoráció volt, és azért vettem meg annó azt. És miután a konyhát átraktuk, és csináltattunk új konyhabútort, azután már abszolút nem passzolt nekem ide. Először is főzünk egy kávét. A kávéfőzőm Telaunchi kávéfőző, és ezt is többen kérdeztétek annó, amikor több kávéfőzős posztom volt. Az a helyzet, hogy én kávéfüggő vagyok, hogy is ilyen megszállottja a kávénak, az az egy dolog, amiről úgymond nem tudnék lemondani a rossz szokásaim terén. És hát megmondom őszintén, hogy kinézet és a stílus véget vettük meg ezt a kávéfőzőt, viszont azért nem mondom, hogy top 12-es például. Nem lehet alávenni ezt a kis tartót, amiben rendesen tudnék kávét főzni, úgymond, amit egy üveget, ami akkora lenne, már túl kicsi alatta a hely, ha esetleg tudtok olyan helyet, ahol lehet venni direkt ezeknek a kávéfőzőknek a kávéfőzők alá ilyen tárolót, vagyis kiöntőt, akkor nyugodtan szóljátok. Műanyagból vettem, de én nem nagyon szeretem a műanyag dolgokat, bevallom őszintén. Kezdjük a fehérrel, nem? Vagy a fekete stílusosabb. Maradjon ez, hogyha már erre tették rá. Szóval lefőzöm a kávét. Írni, és ezt majd ebből fogom sajnos beleönteni, mivel nincsen kiöntő. Mondjuk érdekelne, hogy de tényleg nincsen rajta egy gomb sem. Úgyhogy valószínű, amit megfordítom, azonnal elkezd működni. Meglátjuk. Na szóval ebbe teszünk jeget, ezt elődítettem. Aztán tejet. Mm.
hát talán elég is lesz, nem is kell a másik. Hoppá, becsukom a hűtőt. Méz. Egy kis kanál méz. Én a cukrot semmilyen formában nem szeretem igazából, úgyhogy mindig mézzel iszom a kávét. Teszünk bele egy kicsit ebből a karamellaszirupból. És amit vettünk, itt van ilyen, mi ez a karácsonyi pernyék, szlovákul, mézes kalács, meg vanília, magyaró, és nem látom, hogy mi a harmadik. Írkávé. Írkávé az viszki is, nem? Majdnem beleöntöttem a mézbe. Szóval körülbelül egy kis kanálnyit tettem bele. Megáldjuk a kávét. Szerintem a másikból is teszünk hozzá, mert ez nagyon kevés. Ezt ráaplikáljuk valahol. Hát a kulcsáradina sokkal profitban nyomta, azt azért bevallom. És... Egész ügyesen ment, és nincsen túl sok mosogatni való, mert tényleg ezt kiveszem, elöblítem és tehetem is vissza. Annyira gyönyörű, nézzétek meg, és habos. Na. Ez isteni. Hát azt hiszem, hogy én teljesen át fogok váltani arra, hogy csak így fogom inni a kávét, mert ez tényleg nagyon finom. Hát, hogyha van kedvetek, akkor próbáljátok ki. Azt hiszem, hogy elmondtam mindent. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Szép napot! Sziasztok. Írjátok meg nekem ide le a komment szekcióba, hogy ti nektek mi a kedvenc kávétok, hogy isztátok otthon a kávét, vagy mi az a különlegesség, kávé különlegesség, ami nektek a legjobban bevált, ami a kedvencetek. Úgyhogy, hogyha esetleg szeretnétek, hogy legyen egy pár ilyen kávés receptes ajánlós videó, akkor azt is írjátok meg nekem. Sziasztok!